Én nagyon bizakodó vagyok, mind a Fidesz tekintetében, mind pedig Simonka Györgyre. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan fogják leadni a voksukat, legalábbis bízom ebben. Én az elmúlt 4 év minden egyes napján rengeteget dolgoztam azért, hogy bizonyítsak az embereknek. Én megszoktam azt, hogy nekem 2-3-szor, akár 10-szer is többet kell teljesítenem, mint a többi embernek, és ezért én meg is próbáltam felelni az elmúlt időszakban, próbáltam meggyőzni azokat, akik 2010-ben nem szavaztak rám, hogy most érdemes rám szavazni, és azoknak pedig próbáltam megfelelni, akik 2010-ben is rám tették a voksukat. Abba bízom, hogy ők újra rám fognak szavazni, és abba bízom, hogy nagyon sok embert meg tudtunk szólítani. Ez a munka, amit elvégeztünk, ez arra ad alapot, hogy tudjuk folytatni azt a munkát. A múlt örökségét el tudtuk törölni, talpra tudtuk állítani a körzetet, a mi körzetünkben tudott megépülni a legtöbb úthálózat, nálunk újult meg a legtöbb iskola, a legtöbb egyházi intézmény. Nálunk az összes önkormányzat talpra tudott állni, óriási eredményeket értünk el, de még messze nem vagyunk a munkánknak és az utunknak a végén. Rengeteg feladatunk van még, amit meg kell tennünk. Én úgy próbáltam élni, úgy próbáltam dolgozni az elmúlt 4 évben, hogy a rám bízott feladattal, a rám bízott tevékenység és rám bízott titulussal jól sávfárkodjak. Próbáltam megfelelni ennek az elvárásnak, és bízom benne, hogy az emberek ezt látják. Én szeretnék egy olyan Délbékésben élni, ahol együtt tudnak élni fiatalok, idősek, egy jó helyet szeretnék, hogyha Délbékés egy jó hely lenne. Én azért dolgozok, hogy az én kisfiam, az én unokáim majd valamikor itt együtt öregedhessenek meg velem Délbékésben, Orosházán, és én úgy gondolom, hogy azt át fogom tudni adni az fiaimnak, a gyerekeimnek, és azt szeretném, hogyha ezt ők is ugyanígy érezzék.